Üdv mindenkinek, sziasztok! A nevem Veronika, és ez itt az állatpolgár, állatokkal kapcsolatos videók kerülnek fel erre a csatornára. Állattámadások, állatok, akik hősök lettek, akár a világháború folyamán, akár másokból kifolyólag. Tehát hasonló videókat találhattok a csatornámon. Ha érdekel titeket és tetszenek a videók, akkor kérlek lájkoljátok azokat, és iratkozzatok fel. A mai rész az egy nagyon rövidke történetről fog szólni. Egy 46 éves férfi Virginiában eltévedt az erdőben, és hívta a 911-et. Azt mondta a diszpécsernek, hogy ő eltévedt, már napok óta bolyong az erdőben, nem talál ki, és medvék követik őt. Már egy kisebb összetűzés is volt egy medvével, és ő megsérült, és neki szüksége van azonnal arra, hogy őt onnan kimenekítsék. A diszpécser értesített a hatóságokat, és elkezdték a férfit keresni. Nagyon sok egység ment ki a férfi felkutatására. Használtak szirénákat azért, hogy ezeket a medvéket elűzték. Helikopterekről fénnyel keresték a férfit az erdőben, hogy hol lehet, ilyen fényszórókat alkalmaztak. A rendőrség, a kutató és mentőszolgálat és a tűzoltóság két órányi keresés után meg is talált ezt a férfit, és kimenekítették. Azonban, amikor a férfit bevitték a kórházba, ez a férfi megtagadta az ő ellátását. Nem is nagyon volt külső sérelmi nyom rajta. Nem vérzett, nem úgy tűnt, mint akit egy medve már megtámadott, úgyhogy nagyon furcsa volt az egész. Annyit még hozzá kell tenni, hogy a férfi a diszpécsernek amúgy mondta, hogy ő már ivott. De aztán kiderült, hogy az egész történet az alkoholal kapcsolatban igaz volt, de csak ez volt igaz. A férfi részeg volt, és eltévedt az erdőben, és hiába hívta volna, gondolta ő a 911-et, ha csak azt mondja, hogy részeg vagyok az erdőben, nem találok ki, akkor nem olyan gyorsan találják meg, nem olyan gyorsan kutatják esetleg fel. Ezért azt hazudta, hogy őt medvék követik, meg már medve meg is támadt őt, mert akkor tudta, hogy iszonyan gyorsan az egész hatóság elkezdi őt keresni. Úgyhogy ő neki csak egy ilyen kimenekítésre, egy fuvarra volt szüksége, de azért ez nem ilyen egyszerű, semmelyik államban sem, hogy csak úgy riaszgatod a hatóságokat, és ők ilyen hamis információ miatt töltik az idejüket, és akár az adófizetők pénzét arra, hogy téged kimentsenek. A férfi ellen vádat emeltek egy rendkívüli esemény, hamis bejelentése miatt. Tetemes pénzbírság vagy börtönbüntetés is várhat a férfira. Miért kaphat ez a férfi is börtönbüntetés, nem csak pénzbírságot, nem csak ki kell fizetni azt, ami bekerült az ő kimenekítése? Most Nyugat-Virginiában egy rendkívüli esemény hamis bejelentése börtönbüntetéssel is járhat. Egy személy $500 terjedő pénzbírsággal sújtható, vagy 6 hónapig a megyei börtönbe zárható. Hát inkább az $500, mint 6 hónap a börtönben. Alaszkában 2021-ben pedig vádat emeltek egy férfi ellen. Ő megpróbálta megmászni Észak-Amerika legmagasabb csúcsát, a Denalit. Aztán a tisztviselőket hívta, és azt mondta hamisan, hogy a társainál hipotermiát tapasztalt. Ekkor helikopterrel mentették őt le a hegyről. A hamis bejelentés vádját végül ejtették. Nem volt igaz az, hogy a társainál hipotermia állt fönn, vagy volt tapasztalható, csak nem tudtak lemászni, és ezért kellett egy helikopteres mentés. Azonban abban bűnösnek találták, hogy egy állami alkalmazott törvényes parancsát megszegték, és ezért $10,000 pénzbírságot kapott ez a férfi. Azért, mert hogyha egy állami alkalmazott azt mondja, hogy nem állsz föl ide, mert tömlásveszély van, vagy bármilyen, hogyha az állami alkalmazott veled közöl, és te ennek ellenére felmászol, akkor a felelősség már téged terhel, ugyanúgy, mint téged terhel az, hogyha megszeged az ő utasítását. Lehet, hogy tényleg felmentél, lehet, hogy tényleg hipotermia van, és ezért hívni kell a mentőket. De azt azért kell akkor kifizetned, mert te olyan helyre mentél föl, vagy mentél be, amit közöltek veled szóban, hogy ne menj be, mert baj lehet. Ha te ennek ellenére kerülsz bajba, akkor neked kell fizetni a költségeket. Úgyhogy mindig legyetek figyelmesek, bármelyik országban jártok, azokra a táblákra, amikor kiírják, hogy esetleg omlásveszély van, vagy bizonyos partszakaszokra nem menj, mert nagyon valószínű, hogy ki kell téged onnan menteni, mert a hullámok miatt nem fogsz tudni kijönni, és nagyon sokszor oda van írva, hogy ha ez mentéssel jár, akkor annak a költsége téged terhel.
több ezer euróról, több ezer fontról, dollárról beszélünk, úgyhogy erre nagyon legyetek figyelmesek. Ez egy rövidke történet volt, remélem a következő részben itt lesztek, sziasztok!